Nagyon sok oldalú kérdés, és nem tudom a kérdésre a konkrét választ. Hát ha hazai Magyarországra játszani, érdekes lenne, ha innen spanyol válogatott lenne. Az ő döntésével magának kell megbirkózni, tehát nem tudok erre mit mondani. Én örülnék, hogyha magyar állampolgár lenne. Nem tudom, őszintén megmondom, hogy kíváncsian várom én is most már fejleményeket. A Nagy Laci fejébe senki nem lát bele. Ez a Nagy Lacinak a története és a Nagy Lacinak az élete. Ezt neki kell eldönteni, hogy mit akar csinálni. Külsősnek ennek semmi köze ehhez. Legyen férfi, álljon ki, mondja, hogy hülye voltam emberek, magyar akarok lenni, és innentől kezdve azt gondolom, hogy el van felejtve a történet. Remélem a szívére hallgat is, nem az eszére. Szóval magyarnak született, remélem, hogy magyar is marad. Ő egy magyar ember, tehát neki attól függetlenül, hogy most itt anyagi problémákkal küzdött, olyan téren, hogy ugye magyar válogatott nem biztosít neki ugye akkora összeget, mint mondjuk egy spanyol válogatott. Ez olyan érdekes volt számomra, hiszen egy magyar ember az csak magyar, és ebből a szempontból nem értettem meg. Most viszont annak örülök, hogy valamilyen szinten sikerült észhez térnie és hazatér, és én úgy gondolom, hogy a szurkolóknak is fel kell dolgoznia, hogy mégiscsak hazajön, és újra magyar válogatott lesz, és magyar klubban fog, reméljük, játszani. Meglátjuk. Hát mondhatnám azt, hogy legközelebb az olimpia kezdetére kiderül. Nem tudom. Spanyolországban nem volt magyar válogatott, Magyarországról nem lesz spanyol válogatott? Az biztos, hogy a magyar válogatottnak is szüksége lenne egy jó Nagy Lászlóra, aki szívvel, lélekkel saját hazájáért küzd, és biztos, hogy a spanyolok is örülnek annak, hogyha egy ilyen világklasszis játékos náluk játszik. Biztos, hogy nagyon nagy része lesz a sportpolitikában, és a személyes meggyőző beszélgetéseken. Nem tudok jóslatot tenni semmit, de kíváncsian várom, hogy az a Nagy László, akit neveltem, az milyen döntést fog hozni.